Egy adminisztratív hiba miatt a rendőrség véletlenül kiadott egy 19 éves embert, aki tavaly megtámadta Lady Gaga dogvalkert, írja a TWM.hu. A kutyavalker, akit többször lőttek a mellkasban, túlélték, de Los Angelesből költöztek, mert félt a támadótól. Ryan Fisher hosszú ideig az élet és a halál között lebegett, és a támadók két énekes kutyáját vették, akik után vadászat kezdődött. Az egyik bulldog, Ázsia, elmenekülhet, Gustavot és Koi, T a tolvajok vették, és a támadást egy biztonsági kamera rögzítette. Lady Gaga 150 millió dollárt ajánlott fel, aki segít megtalálni a kutyákat, akiket végül egy nő hozott, aki azt állította, hogy egy fához kötötték őket. Szerdán az illetékes rendőri hatóság bejelentette. A 19 éves embert, aki egy kutyán sétáló férfit lőtt, áprilisban engedték szabadon adminisztratív hibát. Azt mondják, hogy fegyveres és veszélyes. A bejelentéssel egyidejűleg a nyomkövetési rátát is megállapították a férfi fejében, így bárki, aki segít megtalálni, 5000 vagy majdnem 2 millió dollárt kaphat. 3 hónap telt el, mióta az ember szabadon hagyta el a szart.